No, hát azt hiszem, hogy feloldottuk a halálcsillagot. Talán. Na, kell nekem ő. Ford. Hát egy kicsikét. Kicsikét elkalandoztál, drága. Na jó van. Rezső haldoklik. Hogy micsoda? Másik részünkkel. Kicsit jóra sikeredett a tegnapi buli. Baszki. Mondjuk egy pillanatra azt hittem, hogy kicsit komolyabb a probléma. Fú, jó van. Ne idegesíts. Bár meg tudom érteni. Bár meg tudom érteni. Azért... Másnap az nem a legjobb dolog a világon. Sajnos volt már benne részem, nekem is. Na de akkor innen felszedtük, amit innen fel kell szednünk. Ha nem tökre offos, az már fél siker. Akkor már félig jól van. Vagyis nem, hát akkor... akkor nem szóltam. Egy vessző csodákra képes. Egyébként. Egy vessző az nagyon-nagyon meg tudja változtatni a mondat vagy a szó jelentését. Mindegy, hogy szar vagy szár, vagy valami ilyesmi. Ujjaj, hova kerülünk? Ez a gyengélkedő. Persze. Jöjjön a mission. Köszönöm szépen a követést egyébként, bocsánat, most figyelem csak. Hali hali. Na jó van, nézzük, hogy mi a probléma. Megint megyünk és rendet rakunk a népek közt.
Halilali papi. Ja, várjál. Haha, de várjál. Itt kell megkeresnünk a célszemélyt. Itt van. Ezt mit kell vele csinálni? Megyek? Már megyek is főni. Lelövöm az összes állatot. Nem igaz, amúgy szeretjük az állatokat. Erről jut eszembe, a vadászat az egy olyan dolog, amit én úgy nem nagyon értek. Mármint, hogy... Tehát, hogy miért? Mert hogy ezt így emberek szeretik, meg csinálják, csak nem nagyon értem, hogy... Nem nagyon értem a lényegét. Vagy velem van a probléma. De hogy az nekem annyira nem adja, hogy... Kimegyek az erdőbe, kiülök a lesre, azt... Állok és várok, hogy jön a maci. Vagy a szarvas, vagy mindegy. Viszont eszméletlen pénzek vannak benne. Hát már ugye... Csak ahhoz, hogy neked legyen fegyvered, meg engedély hozzá, meg mit tudom én, már az rengeteg pénz, meg hát a fegyver is nagyon drága, a lőszer is nagyon drága. Meg akkor még különböző előírások, hogy hogy kell tárolnod azt a fegyvert, és igazából még ott tartunk, hogy nem mentél ki vadászni. Viszont egy szép agancsért nagyon sok pénzt adnak. Ez mondjuk igaz. Csak hát ezt meg is kell lőni. Aj, meg a szarvaskolbász. Szarvaskolbász, ez egyébként nagyon finom. Nagyon jó dolog. Ez egy nagyon jó dolog. De hát akkor is. Bambi pörkölt. Ja, szóval, hú, tényleg. Finom dolgokat lehet belőlük csinálni. Ezt aláírom. Ezt teljes mértékben aláírom. De hát... De azért mindennek ára van, ugye? És ennek nem is kicsi. Sem támogatom ezt a vadászat. Hogy mondják ezt szépen? Vadászat egyetemét? Nem egyetemét? Nem mindegy. Nem sem feltétlenül támogatom. Attól függetlenül, hogy nagyon finom dolgokat lehet belőle csinálni, attól függetlenül még azért nem nagyon kéne. Lehet mondani, hogy ez valakinek ez a hobbi, de miért hobbi az, hogy más állatokat bántasz? Kifejezetten a vadhúst én sem szeretem. De azért néha finom. Azért nem... Már nem vagyok olyan közegben, ahol nagyon gyakran lenne vad, tehát... meg hát eddig se voltam. Amint korábban se voltam. Kisgyerekként. Így annyira nem épült ez be az étrendembe. A vad ételek. Vados ételek. De mondjuk amikor kóstoltam szarvaskolbászt, az...
az azért nem volt rossz. Meg mondom, tehát lehet belőlük finom dolgokat csinálni, csak... Csak azért értitek. Meg talán még azt is meg tudom érteni, akik ugye így kordába tartják a populációt, és amiatt vadásznak. Még talán ezt az egy dolgot meg tudom érteni. De... Egyébként akik csak így... Csak azért, vannak nagyon sokan olyanok egyébként, nem tudom, hogy tudtátok-e, vagy képzeltétek-e, de hogy nekik csak sok pénzük van, ezért elkezdenek vadászni. És sportként űzik a trófeákért, igen. Miért kell engem bántani most így hirtelen? Most sportként annyi minden más csinálhatnál, annyi minden gyűjthetnél, miért pont a trófeákat kell? Gyűjthetnél mondjuk bélyegeket is. Vagy bármit, vagy legót például. Csak hogy egy kicsit témába vágjak. Viszont ami biztos, hogy most rengeteg szarvas van egyébként. Rengeteg. És igazán én is csak nyilván vezetés közben veszem észre, de volt egy, jöttem hazafelé. Egyébként egy olyan helyen, ahol többször, elég sokszor jártam már, és még egyetlen egyszer nem találkoztam vaddal. De most az út szélén tele volt vele. De tényleg, szó szerint tele volt vele. Által az éjjel ott voltak az út szélén a vadak. Egyébként igen, ha már nagyon sok pénze van, és mindenképp el szeretné valamire verni, akkor van annyi minden más, amire ezt költhetné. Nem értem. Nem értem, miért pont a vadászat. Ja, ott a lovaglás. Hú, a lovaglás. Na, az se egy jócsó sport. Vadászat, síelés. Jó, de mondjuk a síelést azt azért, az azért, nem tudom, láttál ilyen nagyon, láttad-e ezeket, azokat a vadászokat, vagy láttál-e olyan vadászokat, akik azért kezdenek el vadászni, mert sok pénzük van? Hát, hogy mondjam, nem a legsportosabb testfelépítésük van, tehát talán nem a sport az első gondolat, ami eszükbe jut. Ezzel nem bántani szeretnék senkit, de facts. Nem tudom, én nem szeretek dudálgatni. Ez az egy probléma van. Viszont itt, amire én lakom, hát elég kanyargós erre kifelé az út, és van egy kanyar, és ugyan abban a kanyarban, már nem tudom hányszor, egymás után láttam egy fiatalabb szarvast, aki mindig ott áll és legel. És igazából már tudom, hogy ott van, tehát már nem ér meglepetésként. De azért első alkalommal vicces volt, hogy az út szélén ő legelt. Mert ugye hol máshol legelne, ha nem az út szélén. Az erdőben nincsenek olyan finom falatok, mint az út mellett. Vagy az úton.
Ja, igen. Kompenzálni kell valamivel. Hát vagy ugye őket jó érzés, vagy az is lehet, hogy őket jó érzéssel tölti el az, hogy ott van a kezében a fegyver, ha a fegyvere van esetleg, mert vannak, akiknek fegyverük sincsen, csak megbíznak valakit, hogy menjenek el vadászni, de hogy ott van a kezükben a fegyver, tegyük fel, és akkor az ő kezébe dől el annak az állatnak a sorsa, és őt ezzel, és őt így ez jó érzéssel tölti el, hogy neki ilyen hatalom van a kezébe. Igen, és ez az igazán gusztustalan, így van. No. De lehet, hogy egyébként azért sem értem ezt az egészet, mert hogy alapvetően én ilyen kis pacifista vagyok, vagy nem tudom, de én nem nagyon szeretnék senkinek sem ártani. Sem embernek, sem pedig igazából állatnak. A macskákkal is csak viccelődök, hogy beléjük rúgok, meg kirúgom őket a holdra, de hogy nem tenném meg úgyse. Nem nagyon, nem akarok én senkinek ártani. És hát ez a vadászat meg konkrétan arról szól, hogy állatokat ölnek meg. Hát hogy ez is közre játszik, hogy én miért nem értem ezt. Na gyerünk! Még egy jó kis űrcsata. Az indokolatlan gyilkolást utálod. Én alapvetően az indokolatlan bármit. Tehát az indokolatlan baszogatást, az indokolatlan... nyomanom pillanat. Az indokolatlan baszogatást, piszkálódást, erőszakot. Az erőszakot úgy egyébként is. Az ilyen dolgokat én nem nagyon tudom értékelni, vagy egyáltalán érteni. Start Comet! Yes! A gyorsak pénzük! Wow! De legjobb sok pénzük van. You're going down.
ha étennek szennyek, ez egy fokkal elfogadhatóbb. De igen, aki meg csak az izé miatt csinálja, hogy hol neki milyen szép, izé, milyen szép trófeája van, nem. Engem hagyjál békén. Igen, teljes mértékben igaz. És egyébként itt meg... Vannak ezek a nagy vegánok, hogy jaj, szegény állatot ne bántsuk már, hát... Jap. Igen. De hogy említettem, nem szeretem a indokolatlan bántalmazást, de hogyha egy állatot azért tartanak, hogy utána azt levágják, akkor... Akkor, hát annak... Az az állat, az azért van. Akármennyire csúnya ezt kimondani, de az azért van. Nem véletlenül lettek ezek háziasítva. Na várjál, ő nála... Mindegy. Ugye nézem. Vegan teacher megvan. Egy-két... Az a baj, hogy a vegánok közt is megvannak a normálisabbak, meg megvannak azok az elborult, radikális, szélsőséges emberek, akik miatt kialakult a vegan teacher. Vagy nem tudom, a vegan teacher ez egy mém, remélem, mert én csak mémként ismerem. Tehát akik miatt kialakulnak ezek a mémek és sztereotípiák, és ugyanez megvan igazából bárkinél, de mindenkinél, nem kell itt... messzire menni. Ott vannak a... Hát nem mondok példákat inkább. De mindenkinél megvannak azok az emberek, akik miatt kialakulnak a sztereotípiák. És utána ezek alapján próbáljuk megfejteni úgy az egész csoportot. Vagy nem tudom, hogy mondjam. Ezek alapján, a dolgok alapján akarunk megítélni mindenkit, hogy miket hallottunk róluk. Na igen, ott kezdődik a probléma, hogyha már nem lehet eldönteni, hogy most tényleg ilyen hülye, vagy csak a mém kedvéért csinálja. És az a baj, mostanában egyre több ilyet látok. Csak az a legszomorúbb ugye, hogy nem lehet eldönteni róla. Azt hiszem Dancsónak is volt egy ilyen korszaka. Hogy nem lehetett eldönteni, hogy ő most éppen mit csinál, de elég rossz volt, amit csinált. És akkor simán amögé bújhatott, hogy ez csak a vicc kedvéért van így. De közben meg azért ki tudja. És akkor megvan ez a kétes dolog, hogy ha valami valósulna el, és valami miatt itt számon kérnék valamire, teljesen mindegy, hogy mire, de hogy valami miatt neki ebből baja lenne, akkor simán csak ráfogja, hogy jaj, de hát ez csak a mém miatt van, hát ez csak a vicc, poén, nem érted? Hogy lehetsz ennyire befásult? Értsd már a poént. Nézek Dancsót én sem. Régóta. Bár talán...
Lancsot nem nézek, viszont olyan csatornát nézek, aki foglalkozott vele. Szóval igazából abból tudok táplálkozni. Dancsóval kapcsolatban mi azért megkérdőjelezhető, hogy mennyire tudom objektíven nézni a dolgokat. De... Na hát, ja. Ott egy datacard. Azt a datacardot én akarom. Kell. Pedig, hogyha direkt poén, akkor a prósággal elég könnyen egyszerűsíteni lehet. Egyértelműsíteni lehet, hogy bro, csak viccelünk. Hát igen, hogyha tényleg poén. De hát ugye nem fogjuk megtudni, hogy tényleg poén-e. Hát jó esetben megtudjuk. Rosszabb esetben annyira nem. Rosszabb esetben megmarad ez a kétes hozzáállás, hogy nem tudjuk pontosan eldönteni, hogy mi folyik itt gyöngyösen. Csak értékelni kell a poént. És poénként kell felfogni. De azért szerintem van egy határ, amikor már az a határ után már nem poénkodsz dolgokkal. Mert azonnantól nem vicces. Nem vicces, vagy kifejezetten... kifejezetten gusztustalan, ha olyan dolgokkal viccelődünk. És akkor itt meg felmerülhet, hogy akkor hol van a határ a dark humornál, a fekete humornál. Igen. A sötét humor olyan, mint a kar. Valakinek van, valakinek nincs. Dark humornak ez a lényege, igen. De azért itt is meg kell húzni azt a határt, hogy mi az, amivel már nem viccelődünk. Mert nem csinálhatod meg azt, hogy így viccelődesz ilyen nagyon gusztustalan dolgokkal. Amikkel... Már így értelmes ember nem nagyon viccelődni, és akkor te azt mondod, hogy haha, dark humor, haha, poén. Csak amikor mindenki így néz rád, hogy hát, bro, akkor már nem biztos, hogy ez annyira humor volt, és nem biztos, hogy mindenki olyan humorosan fogta fel. Én azt gondolom, hogy ez egyébként társaságfüggő. Társaságfüggő, hogy hogy hol van ez a határ. Mennyire lehet elmenni ezekkel a humorokkal? Mit engedhet meg magának az ember? És mi az, amit már inkább talán hanyagolni kéne? Hát ha én nevetek rajta, mások is fognak, ezért... Jó, így akik... Már úgy ismerjük egymást egy ideje. Így ezt már így meg tudjuk állapítani nagyjából, hogy... Ha én nevetek, akkor ti is fogtok. Vagy valami. De mondjuk, hogyha...
nem tudom, elmegyek valahova. Vagy csak vegyük ezt a streamet, most én mondok egy sötét humort, amin én elkezdek nevetni, azon nem feltétlen fog mindenki nevetni, mert valakinél lehet, hogy az már kiveri a biztosítékot, valakinél az már túlmegy a határon. Azért mondom, hogy társaságfüggő. Hát hintnek hint lehet, hogy én ezt csak viccnek fogom fel, de valaki akkor is komolyan veheti ezt az egészet. Még hogyha én viccnek fogom fel, akkor is. És mondjuk ez az ő elveit már sérti, vagy az ő gondolataiban ez már nem fér bele. Mi közösen nemekben és az ikertornyokban? Egy régen volt kettő, most meg nem tudom. De az eleje az tuti. Az eleje az biztos. És én egyébként... Ja, kényes téma. Hoppa, jaj, igen. Igen, megint is ez se rossz. Én ezeket tudom értékelni. De mondjuk el tudom képzelni, hogy mondjuk akinek Magyarországon nem hiszem, hogy túlságosan sok van ilyen, de akinek esetleg egy családtagja mondjuk ott maradt a tornyokban, ő lehet, hogy annyira nem tudja ezeket a poénokat annyira értékelni. Ez is emberfüggő, hogy mennyire, hogy fogja fel a dolgokat. Annyira szubjektív már minden, hogy gyakorlatilag mondhatsz bármit, szinte úgyis meg fogsz sérteni vele valakit. Vagy ez a megsértődés annyira divatos lett, hogy igazából megsértődünk akkor is, hogyha így... Már csak egy kicsit is! Valami miatt, nem tudom, valami miatt szólnak már, akkor is megsértődünk, mert most ez a divat, hogy meg kell sértődni. Igen. Igen. A sötét humor meg a politikai humor is olyan, hogy először érdemes inkább megismerni az embert, akivel te ott éppen leültél beszélgetni, mintsem, hogy olyan témába vágjuk bele, amiben nem kellene. Mi? Csodi? Ez egy... Ez egy kirakós, én úgy érzem. Úristen!